Elrajtolt a választás Magyarországon és az Európai Unió tagállamaiban. A mostani podcast adásunkban összeszedtük a legfontosabb híreket, amelyek a délelőtti órákban történtek. Orbán Viktor például Vitézi Dávidra szavazott, míg Magyar Péter fel sem vette a főpolgármesteri szavazólapot, de kerületi szinten pedig a kutyapártos jelöltet x be. Mindeközben rekordmagas a részvétel, ami leginkább a Fideszt erősítheti. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál, Kulifai Máté. Ebben a podcast sorozatban rendkívüli cikkek és hírek hátterét igyekszem megvilágítani. Ha kíváncsi a folytatásra, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, amelyet már több mint 72 ezeren követnek, és állítsák be az értesítéseket is a csengőgomb megnyomásával. Kezdjük a részvételi adatokkal. Ezek ugyanis jócskán meghaladják a 5 évvel ezelőtti adatokat. A 11 órai adatok szerint a választásra jogos mint egy 22,89%-a volt már szavazni, miközben 2019-ben ez az arány csak 18,25% volt. Ami viszont különösen érdekes, hogy a választási részvétel jelenlegi információink szerint a kisebb településeken és falvakban magas igazán, ahol jellemzően a Fidesz tud eredményesebben mozgósítani. Ezért is gondolja azt, sok elemző, hogy a magas részvétel egyelőre úgy tűnik a Fidesznek kedvez, ha már kétségtelen, hogy a magyar Péter féle jelenség aktivizáló erejét is látjuk a magas számokban, hiszen a párt főként Budapesten erős, és ott is vannak olyan kerületek, ahol például a 25%-ot is eléri a választási részvétel. Ezzel szemben a belvárosi kerületekben viszont kifejezetten alacsonyabb aktivitás, a 8. kerületben például csak 14,2. 14,08 százalék. Tehát összehasonlítva van olyan budapesti kerület, ahol már az emberek 25 százaléka ment el szavazni, és van pedig, ahol épp hogy csak 14. De a konkrét számokat is kimondjuk, a 11 órai adatok azt mutatják, hogy például Budapesten és a nagyvárosokban körülbelül 300-300 ezeren mentek el szavazni, míg a falvak szintjén viszont már most 587 ezeren. Fég Szabolcsad Iránytű Intézet elemzője szerint az adatok azt jelzik, hogy működhetett az úgynevezett mozgósítási világrekord a Fidesz részéről, ugye Szammaton volt az egymillió találkozás napja, és ugye a Fidesz minden eddiginél nagyobb tétet fogalmazott meg a választók számára, mi szerint ma a háborúról és a békéről szavazunk. Bár ő is hozzáteszi, hogy rengeteg olyan választót, Viszont Magyar Péter mozhatott be, aki 2022-ben még nem voltak annyira aktívak. Az biztos, hogy a kisebb pártoknak, és különösen a DK, MSPP párt szövetségnek a magas részvételi adatok nem annyira jelentenek jót. Ami a csúcsjelölteket érinti. Orbán Viktor sajtótájékoztatót tartott, miután leadta a szavazatát, és ezen arról beszélt, amikor arról kérdezték, hogy vajon kire szavazott a főpolgármester választáson, hogy azt tette, amit neki a Fidesz visszalépett jelöltje, Szentkirályi Alexandra javasolt. Ez pedig azt jelenti, hogy Vitézi Dávidra húzta be a Dixet, a magyar miniszterelnök. Amikor arról kérdezték, hogy hogyan lehetséges ez, hiszen a LNP egy ellenzéki párt, és a kormány kommunikációja szerint már pedig háború párti. Orbán Viktor azzal reagált, hogy ő a Fideszre szabadott a pártok közül, amikor a Fidesz fővárosi listáját támogatta. Szentkirei Alexandrával kapcsolatban azt mondta, hogy nagyon büszke arra a munkára, amit elvégzett, benne marad a fővárosi politikában, és egy nagy jövő előtt álló erős vezetője lesz a Fidesznek. A miniszterelnököt arról is kérdezték, hogy mit gondol arról, hogy Magyar Péter tömegeket tudott az utcára vinni több vidéki városban is. Orbán Viktor erre úgy felelt, hogy nagyon örül, hogy az emberek úgy tűnik, nagyobb számban fognak részt venni az európai parlamenti választáson, és ez szerinte jó a demokráciának. A társadalmi megosztottságról is kérdezték, hogy vajon nem érez-e ebben a tekintetben felelősséget, de Orbán Viktor azt hangsúlyozta, hogy nem megosztottság van, hanem demokrácia, és a demokráciákban a sokszínűséget -sok jelenti, hogy a társadalom különféleképpen vélekedik. Magyar Péter is leszabadott, érdekes módon egyébként nagyon közel ahhoz, ahol Orbán Viktor is. Sőt, a Telex vette észre, hogy lényegében Dobrev Klára, Magyar Péter, Orbán Viktor, Karácsony Gergely és Vitézi Dávid is, hát csak nem ugyanott szavazott Budán, egy két kilométer sugarú körben, körön belül szavaztak le, ami az egész főváros tekintve azért egy meglehetősen szűk terület. A Tisza párt elnöke azt mondta a szabadás után, hogy a főpolgármester jelölti ívet nem vette át, ott nem támogatott tehát senkit, viszont a 12. kerületben a magyar kétfarkú kutyapárt jelöltjét és elnökét Kovács Gergelyt támogatta a szavazatával. Míg Orbán Viktor humorosan azt nyilatkozta a az eredményeket tekintve, hogy ő 21 mandátummal lenne elégedett, ugye, mint ismeretes, összesen van 21 kiosztható mandátum az európai parlamenti választáson. Magyar Péter azt mondta, hogy ő olyan eredményt vár, amely a holdról talán nem fog látszani, de a karmelita kolostorból egészen bizonyosan azt várja, hogy az emberek egy erős üzenetet küldenek majd a hatalomnak. Amikor a Hír TV újságírója kérdezte, akkor őket göbbelszi propagandával vádolta meg, és kijelentette, hogy fel lesznek jelentve, és szerinte a bűncselekményeik annyira halmozottak, hogy ennek a büntetése valószínű szabadságvesztés lesz. A eredményeket tekintve egyébként Török Gábor politikai elemző szedte össze, hogy szerint egyes pártok részéről mit tekinthető sikernek, mi volna kudarc az eredményeket, illetően a Fidesz esetében azt mondta, hogy a Fidesz 48% felett örülhet, 45% alatt viszont kudarcot vallana, magyar Péterék esetében ez a szám 25% felett és 20% alatt van. A demokratikus koalíció már akkor sikert ér el, hogyha 15% felett teljesít, 10% alatt viszont egyértelmű kudarc a választás számukra. Szerinte a mi hazánknak a kvázi győzelemhez 10% felett kellene teljesítenie 5% alatt, tehát amikor kiesnek, vagy, vagy be se kerülnek az Európai Parlamentben, ott egyértelműen komoly veresség lenne a számukra. A Momentum esetében szintén ez a bejutás, kiesés, küszöbb jelenti azt a bizonyos vörös vonalat. Ami a legnagyobb kérdés, és egyben megtippelhetetlen is, hogy a fővárosban vajon Karácsony Gergely, vagy Vitézi Dávid fog-e győzni. A részvételi adatokból nem lehet igazán semmire következtetni. A Fidesz ugyan intenzíven mozgósít, de a miniszterelnök a hírtévének adott interjújában arról beszélt, hogy a pártnak a leggyengébb szervezete országosan a budapesti, és ezzel magyarázta azt is, hogy Szent Király Alexandrának vissza kellett lépnie. Ami döntő lehet ebben a kérdésben, az leginkább az, hogy vajon hány ellenzéki szavazót veszített Vitézi Dávid azzal, hogy a Fidesz beállt mögé, és a Budapesten egyébként rendkívül erős Tisza bázis vajon inkább karácsony, vagy inkább vitézi pelé illene el, hiszen a kommunikáció szintjén az egyik mögött ugye egy Úrcsány Ferenc áll, a másik mögött meg Orbán Viktor. Közben egyébként Európában is javában zajlik a választás, Szlovákiában már véget is ért, viszont a hivatalos eredményeket nem közölhetik egészen addig, ameddig este 11-kor Olaszországban nem zárják le ma a választást. Viszont nem hivatalos újságírói eredményeket már hirdettek, ezek szerint ódorja Lajos lista vezetője ugye a progresszív szlovákiának, és az ő listájukat mérték győztesnek, és csak a második helyen várják ugye a merélet áldozatául esett Robert Picó által irányított smert, bár ezek nem hivatalos eredmények, még egyszer mondom, hanem újságírói információk, szóval érdemes ezeket fenntartásokkal kezelni. Donald Tusk Lengyelországban szintén aktívan kampányol, szerinte, és ezt a X oldalán tette közzé, a rossz politikusokat a jó polgárok választják, akik otthon maradnak. Ez egy szép mondat, nyilván mindenki azt tartja rossz politikusnak, akit csak akar, így kevesen tudnának a bejegyzésével vitatkozni. Este várjuk önöket egyébként délután élő választási műsorral itt a YouTube oldalunkon, tehát ne menjenek sehova, térjenek vissza, válasszák a heteket, ha lehetek ilyen stílszerű. Ajánlom a figyelmükbe a hetek friss lapszámát is, amelyben olvashatnak egy érdekes riportot arról, hogy vajon hogyan befolyásolta a menetre kilátogató Fidesz tábort a kegyelmi botrány és a magyar Péter féle jelenség, de interjút adott a lapunknak Békés Márton történész is, aki szerint Magyar Péter mögött olyan háttér emberek állnak, amelyek akár az Egyesült Államokhoz is köthetőek. Ő egyenesen úgy fogalmazott, hogy Operation Magyar Péter zajlik éppen itt Magyarországon. Izgalmas elemzést írtunk arról is hogy melyek valójában az európai parlamenti választások valódi céljai, milyen hatalmi intrikák zajlanak Brüsszelben, ki milyen pozícióra pályázik, és hogy vajon Orbán Viktorékra milyen jövő vár a következő európai parlamenti ciklusban. A hit is értékek rovadban a választás szintén a téma, konkrétan az, hogy mi a választás tétje keresztény szempontból, mennyire politizálhatnak az egyház tagjai, és ennek mi a terkölcsi jelentősége, következménye. A lapot kéri az újságárosító helyeken, vagy rendelje meg hozzáférését a per előfizetés oldalon. Köszönöm a figyelmüket! Ha tetszett ez a podcast, akkor kérem iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, amelyet már több mint 72 ezeren követnek, és állítsák be az is a csengőgomb megnyomásával. Véleményét a kommenteknél várjuk, illetve tetszését vagy nem tetszését, like és dislike gombokkal tudja kifejezni. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, minden jót, viszontlátásra!